Milyen utat jár be például egy gyógyszermolekula az élősejtben, mely részekhez kapcsolódik, vagy nem? Mindez térben és valós időben ábrázolva. Erről beszélt ezen a felvételen Ábrahám István professzor a Szent Györgyi Kutatóközpontban tavaly novemberben. Ez az a képalkotó eljárás, ami a nevéhez köthető, amin haláláig dolgozott ez év áprilisáig. Ez a felvétel pedig hétfőn készült, mikor lelepezték Ábrahám professzor emléktábláját a róla elnevezett mikroszkóp laborban. Az orvosi kar új szárnyában alakították ki ezt a vizsgáló és kutató helyszínt, ahová a névadó által használt, illetve beszerzett eszközök kerültek. Megálmodta azt, hogy tulajdonképpen hogyan helyezzük el ezeket a mikroszkópokat úgy, hogy ez már tényleg világszínvonalon tudjon működni, hozzáférhető legyen mások számára, és a többi, tehát úgy tudjunk működni, mint egy valós mikroszkóp. Labor bárhol, mondjuk Heidelbergtől kezdve egészen Tokióig. Tehát ez az előnye. És ami ebben a laborban nagyon érdekes, az az, hogy itt szuper felbontású mikroszkópia van több ilyen technológia van ebben a laborban egy helyen. Gyakorlatilag ez Magyarországon egyetlen helyen valósul meg, az itt Pécsen. Korábban azt mondták, hogy a fénnyel működő mikroszkóp határa 200 nanométer. Ennél kisebb dolgokat nem tudnak mutatni. Ma a szuper felbontású fénymikroszkóppal 25 nanométer is látható még. Ezeket idegtudományi, gyógyszer, hatóanyagvizsgálati, sejtélettani vizsgálatokra használják Pécsen, az orvosi karon, tudtuk meg a laborvezetőtől.